van, hogy kellene valakinek egy ghost photographer, tehát egy olyan fotós, aki elkísér egy bizonyos embert egy útra, itt lent a Duna-deltánál, kb. 1000 km-re Erdély országtól, lent délen, itt ukrán-román határnál, a Fekete-tengernél, és igen, mondtam úgy, hogy ma vezettem 1000 km-t, és itt vagyok a legújabb Kuncsapnál. Kezdődik a kaland, és szigetre fognak most engem elvinni, ahol a következő 6 napban eléggé speciális fotókat és rövid snippeteket kell fölvegyek valakinek. A lényeg az, hogy volt, mielőtt elindultam 25 percen, hogy a YouTube-on nézelődjek, hogy mi is ez a Duna Delta. A National Geographic-nek volt pár évvel ezelőtt egy érdekes dokumentumfilm, egy ilyen 20 perces erről a régióról. Nézzetek rá, megéri. Úgyhogy kezdődik a kaland. Megpróbálok nektek átadni néhány szép képet és néhány érdekes gondolatot talán a következő néhány percben. Amikor útra keltem a Duna Delta felé, úgy döntöttem, hogy megállok a híres, agyagból épült kis kastélynál, Castellul de Lutnál. Ez a mesebeli épület egy bukaresti házaspár ökoprojektje, 10 szobával, nagy szeben mellett. Aztán tovább autóztam a Transfogarasi úton. A fogarasi havasok másik oldalán a medvék mostanában sokszor kimerészkednek az utak közelébe. Majd a Havasalföld felé vettem az irányt, ahol Argyas udvar helyen megálltam egy 14. századi templomnál, melynek festményei szinte teljesen éppen megmaradtak. Kérdeztem is a vezetőmet, hogy a történelem viharait hogy élhették túl ezek a festmények, melyre a válasz nemes egyszerűséggel így szólt: Isten segedelmével. A Duna Delta, a természet úgy körülbelül 8-10 ezer éves alkotása. Egyre komolyabb veszélyben van különleges élővilága, ugyanis sajnos már több tucat hektárt elnyelt az emelkedő tenger. A Grigor Antipa Intézet klímakutatói szerint a Fekete-tenger vize az elmúlt 80 évben 20 cm-t emelkedett. A Szentgyörgy szigetére, ahol filmeztem, csak hajókkal, motorcsónakokkal lehet eljutni. Az élelmet is így szállítják oda. Ez egy igazi paradicsom a madaraknak. Közel 300 fajt ismernek errefelé, és az egész terület az UNESCO világörökség része. Kérem szépen, hogyha ez egy űrült naplója, akkor két felvétel között gondoltam, hogy azért beszélgessünk egy kicsit. Elmesélek nektek néhány dolgot, ígérem, rövid leszek, azoknak, akik még nem találkoztak velem így az internet bugyraiban. Most csak röviden annyit, hogy én Fogel Frigyes vagyok, szabad filmes, és hát úgy nagyjából 40 éve járom a világot. Aztán tavaly, július végén, augusztus elején visszaköltöztem Erdélybe. Én Budapesten születtem, de az őseim Erdélyből származnak. Naivan azt hittem, hogy amikor egy éve az erdélyi hegyekbe átköltöztem, egy holland barátomnak a házára kellett vigyáznom, és még mindig kell vigyáznom. Nos, én azt hittem, hogy lesz egy kis nyugodt évem, és nem lesz stressz, el leszek magamban, kicsit ki tudok kapcsolódni ennyi világtekergés után. Nem így történt. Megtaláltak a feladatok. Az utóbbi hónapoknak igencsak tanulságos gyümölcsei voltak számomra. Megismertem igazán érdekes, különleges embereket, köztük úgynevezett hatalmasságokat is, hírességeket is. Kifejezetten celebeknek is mondhatóak ezek közül néhányan. És azt vettem észre, hogy miközben tapasztalásaimat élem ezekkel az emberekkel itt Erdélyben, van két régi magyar mondás, ami nagyon is igaz sokszor. Nem mindig, de sokszor. Az egyik az, hogy bizony a pokolba vezető út jó indulattal van kikövezve, vagy jó szándékkal. A másik mondás pedig, ami nagyon csak ül sok alkalommal, az, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Annó azt is megtanultam életem során, hogy az ármány bizony mindig a jóság köntösében jelenik meg. Amikor végig gondoltam, hogy itt most a Duna-deltánál esetleg felveszek néhány gondolatot nektek,
eszembe jutott, hogy volt anno Angliában egy híres filozófus író, akinek volt egy könyve, sokan olvasták azóta, Szép új világ volt a címe, a tudós urat pedig Huxley-nak hívták. Huxley-nak volt egy nagyon jó barátja, akivel rengeteg időt töltöttek el együtt, együtt gondolkodtak, és hogyha megengeditek, akkor most néhány sort Huxley barátjától fölolvasok nektek. Direkt nem akarom elárulni a nevét az illetőnek, a későbbi blogokban lehet, hogy sor fog kerülni erre is, mert nem szeretnék senkit sem befolyásolni az előítéletmentes gondolkodásában. A tudatos életvezetés fáradtságos dolog, és mivel sokan előnyben részecsítjük a könnyebb, a megtévesztő utat, létünket oda ajándékozzuk a hatalomnak, hogy az szabja meg és alakítsa életünket. Ez a hatalom lehet közösségi, mint például az állam, de lehet egyéni is, mint a mester, a megváltó vagy a guru. Az emberek többsége rádöbben, hogy a gondolatokkal teli állapot fájdalommal jár. Ezért inkább kiszolgáltatják magukat valamely hatalomnak, amely viszont elvakít és gondolat nélküliséghez vezet. A hatalom létrehozza az erőt, amely törvényszerűen koncentrálódni kezd. Ez teszi teljes mértékben korruptá a hatalom gyakorlóját, és azt is, aki alattvalójává válik. Az ismeret és a tapasztalat hatalma erkölcstelen, még akkor is, ha a mester vagy pap képviseli. A saját, látszólag végtelen ellentmondásokkal terhelt életünk fontos, nem pedig a sablonok vagy egy vezető. A mester és a papok hatalma eltávolít a központi kérdéstől, amely nem más, mint a saját magunkon belüli megoldatlan problémák rendezése.